Ma tartotta meg a fővárosi törvényszék azt a pert, amit Mesterházy Attila magánszemélyként indított a civil összefogás közhasznú alapítvány ellen. Mesterházy Attila az úgynevezett bohócos kampányban azt sérelmezte, hogy őt bűnözőként ábrázolták a plakátokon, szórólapokon és a postaládákba beszórt kiskönyvekben. Köztörvényes bűnözőként ábrázolnak ezeken a plakátokon, hát várják meg, amíg letartóztatnak és elítélnek. Ezért azt kértem, hogy a személyes jogaimat ilyen formában ne sértsék meg, még akkor is, hogy egy közszereplőnek dolga nagyon sok mindent eltolerálni. A mai tárgyaláson az Alperes képviselője nem jelent meg. Felperesi képviselő észrevétele után a tárgyalás berekesztésre került. Ezután a bíróság meghozta ítéletét, melyben részben helyet adott a felperesi kérelemnek. Megállapítja a bíróság, hogy az Alperes a felperes képmáshoz fűződő személyiségi jogát megsértette, amikor képmását engedélye nélkül felhasználta 2014. január 15 és február 28-a között óriás plakátokon, a Metropol című napilapban, továbbá a postaládában bedobott kampányfüzetben látható montázsban. Az Alperes a további jogsértéstől eltiltja. Kötelezi az Alperest, hogy 15 napon belül az ítélet rendelkező részét fizetett egész oldalas hirdetésként saját költségén a Metropol című napilapban tegye közzé. Ezt meghaladóan a bíróság a felperes keresetét elutasítja, kötelezi a bíróság a felperest, hogy fizesse meg az államnak 18 000 forint lenemlott illetéket külön felhívásra, a további 18 000 forint illetéket az állam viseli, egyéb költségeiket a felek maguk viseli. Az ítélet ellen a kézbesítésben számított 15 napon belül van helye fellebbezés. Hát ez egyelőre nem jogerős és nem végrehajtható ítélet, így ezért várható, gondolom, illetve vélemezem, hogy alperesi részről fog érkezni fellebbezés, majd amit a fővárosi ítélőtábla tekintettel az ítélkezési szünetre szerintem ősszel, vagy adott esetben csak 2015-ben fog elbírálni.